Szevasztok, én Jan vagyok, ő pedig itt BB, és ez Sziasztok. Meg a fülelő. Szóval, mai adásra azt terveztük, hogy kicsit álmodozunk azon, hogy mennyi A-vonalas fellépőt hoznak el nekünk a szervezők jövő évbe, évben, évre, melyik legyen? Évben, évre, melyiket szeretnél? Évben, azt szerintem teljesen, és főleg a rockvonalhoz kapcsolódóan. Hát igen, igyekszünk így gyakorlatilag szénán belül maradni, de nem mehetünk el amellett, hogy azért olyan fellépők is jönnek, amire mindenki kiveri, nem csak én. Kezdjük azzal, amit oké, okay, doppergés, szóval, hogy 2019-es Sziget Fesztivál. Jön a 21 Pilots. Oh, I know how to levitate up off my feet, and ever since the 7th grade I learned to fire breathing. Though I feed on things that fell, you can learn to levitate with just a little help. Learn to levitate with just a little help. És én ott leszek az első sorban. Azt mondjuk megnézem. Nem te leszel szerintem az egyetlen pályázó. Valószínű, de figyelj, tehát ha 2010-ben összejött Szörtén is. Hogy ott voltam az első sorban. Megfoghattad a lábát. Így van, tehát amikor... Kislábúj körméhez hozzáért, olyan hihetetlen. Amikor még a Létóék zenét játszottak, én még akkor voltam koncerten, és fölmehettem velük a színpadra, és ez egy hatalmas élmény volt. És remélem, hogy ekkora élmény lesz az első 21 Pilot koncertem is, ugyanis nekem ők a kedvenc bandám, és... Két napja szárnyalat. Élőben még soha. Hát még nem jöttek erre felé, úgyhogy... Na hát itt az ideje. Jó. Hát rendszerűen mind a ketten mást gondolunk egyébként. Jamel alért tőle, én kevésbé, mert én azt gondolom, hogy a jumpsuit-tal nem belettünk etetve. Hát egy elég odabaszós lemezt vártam, és ehhez képest nem ezt kaptam. Túl azon, hogy szerintem a Nico and the Niners csont nélkül 2018-ig legjobb dala, de nekem maga a lemez nem tetszik egész. Csinálunk majd róla egy kritikát szerintem, és akkor elmondjuk az érveinket, meg hogy miért vagyok szerelmes beléjük, te azt, hogy miért nem vagy annyira szerelmes beléjük. Most viszont örvendezzünk annak, hogy jönnek. Igen, és jön a Foo Fighters is. Ők hát 2017-ben voltak, most gondolkodtam, hogy egy vagy két év, de amikor játszok, akkor már két éve lesz, amikor most viszont még azért egy másfél éve van. Nem egyszerű, mi? Nem egyszerű, oda kell figyelni. Oké. Okay. És hát még mindig a konkrétan Gold lemez turnéjával jönnek, de hát ők se, azt leszámítva 20 évig nem voltak, tehát ők se gyakori vendégek, megtetszettek az egyszerűek. És mivel egy nap lesznek a 21 Pilots-szal, de nekem az a nap, az valószínűleg egy ilyen... Igen. Nem is tudom, tehát ezt kapom így szülinapomra majd, meg nem tudom, meg karácsonyra, mindenre, meg húsvétra, meg minden így van. Okay. Mennyi lesz egy napi? Utána néztél már? Utána néztem, most elővételben még 23.990 forintért lehet napi jegyet venni, úgyhogy... Hát el kell menni nyári munkázni. Egész még jó. A rendes munka mellett is, úgyhogy nagyon várjuk a Szigetet. De egyébként lesznek még hasonló, hát nem hasonló vagy kaliberű fellépők, azért nem, mert azért ők lesznek a headline. De mondjuk Ed Sheeran lesz. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Ed Sheerant nagyon szokta szeretni a Sziget közönsége, meg hát mindenhol. Őt ki nem szeretni. Igen, korunk egyik legnépszerűbb pop előadója, és legtehetségesebbnek is tartják sokan. Mondjuk, amikor már a fülemen kifolyt a Happy, meg vagy a Happy Earth, meg a nem tudom micsoda, én akkor azért már annyira nem szerettem. De élőben nyilván más. Tehát én persze. Élőben Mikát is imádtam. Szerintem zseniális a csávó. Nem Nika, nem a Papa ne félcses csaj. Hanem a Mika, a Big Girls, You Are Beautiful, meg az X-Faktor kiesős dal, a Happy Ending, tehát hogy szerintem ő zseniális a csávó. Szerintem akkor verjük még egy kicsit így tovább ezen a vonalon, mert hogy jön a Slipknot. Azért ők se jönnek gyakran ide, ők is két éve voltak talán a Ray Chapterrel, megtöltötték az arénát, vagy mi volt, és akkor előtte meg a Sportszigeten voltak 2003-ban, vagy mikor,
És azóta semmi. Rég volt, és akkor még úgyis kicsik volt. Tehát nem. Így van. Pedig ha állítólag egyébként az még a Slipknot volt, tehát amikor még bontották a színpadot minden fellépésen, és én azért ott lettem volna. Meg hát azért egy... Slipknotből azért Joy Jordison illik. Hát! Paul Rayről is beszéljünk, aki ugye hamarabb volt, mint Joy Jordison. Ja, mert ő alapítottak volt, így van. Joyt meg később csak tiszták el egy másik csapatban, mindegy, de ugyanez egyébként, mint hogy lehet Sepultúrát Sepultúrának nevezni, ha nincs benne Cavalera, hogy lehet Dream Theater-nek nevezni Mike Portnoy nélkül. Jó, mondjuk 9 emberből törvénytelen azért, hogy óhatatlan, hogy idővel pár embert el kell köszönni, meg hát meg is mondták többen, mint valószínűleg 9 ember, 9 különböző vélemény, legalább. Így van. Jó, mondjuk, tehát szerintem azért a Slipknotban a Corey mellett, meg a Clown mellett azért Joey volt a harmadik, aki ikonikus volt. Tehát azért az valljuk, hogy sokszor mondták, hogy ugye a leggyorsabb metal dobos a szcénában, és azért tényleg... Szerintem az soha nem volt igaz, de ebben most nem megyünk bele. Tehát teljesen mindegy, de zseniális volt nézni, ahogy az a kis ember dobolt. Igen, én és nagyon szeretem. És adott egy olyan jellegzetességet a Slipknotnak, hogy ezer közül is felismerted, hogy most Slipknot szóval. Igen. Most a Jay Weinberg az megy a... Tehát igazából a Slipknotba úgy kell dobolni, ahogy. Így van. Nem olyan lehet máshogy, tehát ő belebújt ebbe a maszkba, úgymond, ha már tényleg maszkba játszanak, még hogyha más is. Jaj, de azt hiszem a maszkja, de nem derül ki, hogy dobolt Jay Weinberg. Hasonlóan talán, mint Joy Jordison. Ha már itt tartunk, akkor már tényleg az van, hogy a Slipknot az már egy brand. És már más nem csinálhatsz benne. Egyébként így van. Mondjuk én szerettem egyébként a Grey Chapter-től. Mindegy, az a lényeg, hogy 20... mi az? Június 27-én lesz talán. 6-án. 26-án lesz. 6-án Slash lesz. Ó, Slash! Tényleg Slash is jön. 27-én. A rohadt életben. Ó, már bocsánat. Tehát, ja, el vagyunk látva koncertekkel azért. Igen. Mondjuk én megmondom őszintén, soha nem voltam Guns N' Roses-os. Az én sem. De Slash-nek a 2012-es szólólemezét a... Most adottam egy hátast, mert az nem... Lutolok, hogy melyik volt az, mert hallottam, csak jó volt, ja. Az jó. Ja, az jó. Nagyon összejöttek most Miles Kennedy-vel amúgy. Ja. Mind a mellett, hogy neki ott az Alter Bridge, ugye, és hát több... Jó, hát Slash-nek is ott van ugye újra a Guns N' Roses, tehát... Az a lényeg, hogy jön Slash meg Slipknot a Voltra, ők a két húzónév, az mindenképpen. És akkor mi lesz még? Lesz tankcsapda. Ha Magyarországra jön valami nagy rockzenekar, akkor azért a tankcsapda az előzenekar mindig. Persze. De hogy úgy mindig. És hiába a Slipknot, az gyakorlatilag reggelire megeszi a Lukácsiakat, akkor is a tankcsapda az előzenekar. Ki más lenne? Egyébként az a vicces, hogy hiába voltam már 100 tankcsapda koncerten, mindig el tudok rá bólogatni. Igen. Tehát a tankcsapda az nekem kicsit olyan egyébként, mint a barátok közt. Hogyha így vacsora közben nincs más, akkor teljesen elmegy. Uh-huh. De hogy úgy, hogy én elmennék tankcsapdára, olyan mondjuk nincsen. De a fesztiválon így beléjük futok, akkor azért... A Magyarország vezető rockzenekara, tehát eljátsza, ahogy el kell, elénekli, ahogy el kell, és mindenki mozog meg, bólogat rá, mert az kell. És szerintem ilyen szinten jó csinálja tankcsapda, amit csinál, csak én mondjuk azért most már így, nem tudom, 30 év után most már csinálhatnának mást is. Südi beérkezésével kaptak egy elég metálos gellert, de itt van mögöttük 30 év, ugye ez a 30. jubileumi koncert, itt van mögöttük számtalan lemez, némelyiken több, némelyiken kevesebb, rosszabb nótával, de mindig volt náluk szerintem töltelék. De minden lemezükön van pár olyan dal még ma is, ami bátran tehetnem koncertprogramban, mert senkinek nem lesz hiányérzete. Így azok fölcsendülnek és más esetleg kiszorul. Oké, Lukásban is van költőiség, de azért nem a filozofusokról vett idézetek miatt hallgatunk tankcsapdát. Hát.
Már igazából a Tomcsod a 30 koncert kapcsán arról polemizálni, hogy a Tomcsod az mit jelent. Igen, valószínűleg ez a legkés. Figyelj, lapozzunk, én azt mondom. A Rock Marathonra jön filmzelmó. Egy Pantera programmal. Végében jelentették be. Na most ez... Ugye erről neked van egy véleményed? Van egy véleményem, igen, azt pontosan tudod. Nem nevezi még magát Anselmo Fülöp bácsi Panterának. Én azt remélem, hogy nem is fogja. Ennek a múltidézésnek itt talán valamilyen formában azt mondom, hogy van létjogosultsága, de innen már tényleg csak egy lépés az, hogy elkezd lényegében hót random zenészekkel Pantera néven turnézni. Oké, Rexet valószínűleg összetrombitálja. Sokan mondják, hogy Zac Wilde lenne az egyetlen olyan választás, akivel működhetne ez a, ez a fajta inkarnációja a Panterának, de egyébként nagyon remélem, hogy nem fog ez megtörténni. Ez a múltidézés, ez valószínűleg egy szép emlék lesz, hogy újra Pantera dalokat énekel a Phil Anselmo. Mert oké, ez Sepultúrában hogy lehet úgy nevezni, oké, de ott mind a kettő. Hát igazából itt meg két sajnálatosan fiatalon elhunyt emberről beszélünk, akik előtt még rengeteg kreatív zenészei vált volna. Remélem, hogy nem fog bekövetkezni a Pantera név hatodik gumiból elővétele, mert nincs értelme. Ámen. Én erre maximálisan ámen mondok. Én a Linkin Parkot se erőltetném már. Nagyon remélem, hogy ott semmi, igen. Mint ahogy az AC/DC-t se erőltetném már. Ott is ugye a Malcolm már nincs. A Brian már nem tud énekelni, mármint, hogy már nem hal lassan. Az AC/DC esete talán annyiban más, hogy akkora a Young család, hogy ők meg tudják oldani. Tehát házon belül ők megoldják, tehát itt azért, így azért más a műfekvése. Az is igaz. De mondjuk nem tudod bevenni a Chester helyére mondjuk a Shinoda öccsét, meg nem is lenne ugyanaz. Na jó, de ha már Shinodát említjük, ő is jön. Sokan azt mondták már, hogy micsoda Jampi, hogy ő most Linkin Park dalokkal elkezd itt jampiskodni, de ő csinált azért egy szólólemezt, ami egyébként egészen kiválóra sikeredett. Nézzetek utána a fülelőn, mert hogy van róla kritika, én kanyarítottam róla egyet. És link alább. Link alább, így van. Szerintem lesz abban érték, hogy a Mike egyedül, nem, nyilván nem egyedül jön, hanem zenekarral és nem a Linkin Parkkal. Én mindenképpen kíváncsian várom. Nyilván el fog énekelni egy Indie Endet, vagy egy Numbot, vagy egy mit tudom én mit, vagy elénekelteti a közönséget, teljesen tök. Igen, tehát az érdekes, hogy fogja megoldani, hogy akkor most ő bevállalja a Chester részeit, szalagról megy, közönség. Ja, mindegy, megnézzük és majd utána beszámolunk róla, szerintem ez lesz a legjobb. De visszakanyarodva a Rock Marathonra, én nekem a szívszerelmem például a Ginger. Akik most hoznak ki majd egy új EP-t, és el is jönnek vele januárba a Dürerbe, és mikor? Júliusban van a Rock Marathon. Akkor igen. Meg a Rock Marathonra, úgyhogy nagyon jó év lesz. Oké, a Rock Marathon nagyjából ennyi, ami hirtelen újdonság volt. Újdonság, igen, amellett persze, hogy jön a Paradise Lost még, amikkel kezdődjön. Vagy a Terror. Ugye ez azt például sokan fogják lerni rá, mert azért ez kemény. Ez biztos. Viszont a másik meg a Fezen, aki robbantott nemrég. A mi Black Metal és minden témát ne nyissuk meg. Pedig erről is lehetne egy negyed órás vitatkozás. Még több is. Nevezzük jobb híján brit extreme metal legendának. Legyen úgy. Danny Filthék jönnek. Így van. Hát ők se sűrűn járnak tudtommal.
ebben a témában nem vagyok kompetens, mert én nem szeretem őket, meg is most lehet ide dobálni, ide a késeket, de én nem szeretem őket, megmondom őszintén. Hát. Pedig. Klasszikusok sorát tették őket. Tudom, Alexi Lajos zseniális gitáros. Tehát ez a Dodo. Uh-huh. Na, ennyire nem szeretem őket. Jön a Cradle of Field, meg az Airborne. Megmondom őszintén, hogy nekem egyik őjük se szívügyem, mint ahogy egyébként nekem a Fezen se annyira, mert hogy ők mindig ezt a klasszikusabb vonalat hozzák, és az én a modern metal rock zenéket jobban szeretem, de ettől függetlenül elismerem, hogy mindkét zenekar letette már azt, amit nekik le kell tenni, és ha véletlenül arra járok, akkor mindenképpen megnézném őket. Hát még úgy is, hogy nem vagyok rajongó. Hát a Cradle-t érdemes lehet, mert zenében is, meg látványban is alapokon, hogy mindig figyeltek a teátralitásra. Uh-huh. Ebből a szempontból hasonlatos a Dimmu Borgirhez, aki ugye csak... The Ghost. Hát... Én nem tudom... Most akkor mondjam el, hogy mit, milyen véleménnyel van a Ghostról az egyik ismerősöm? Na, ne tartsd vissza. Hát kérlek szépen, ő azt mondta nekem a pár hete, ugye a Metallicának nem, vagy a prágai, vagy a bécsi bújának Ghost lesz az előző. Igen. És azt mondta, hogy megveszi a jegyet, de a Metallica nem jelent. Uha. Megvenni a jegyet, ha még lehetne jegyet venni, de már nem lehet nyilván. Úgyhogy... De jó, meg ezt engedjük a Ghost el. Miatt szerintem vette volna a jegyet. És én meg így... És mutogatott utána Ghostot. Én nem nagyon tekertem utána, mert ez a... De várjál. Tobias Forge vagyok, nem vagyok, pápa vagyok, nem vagyok, ördögök játszanak velem, faszon tudja, kik játszanak velem, mert maszkban vannak, tehát úgy cserélem őket, mint az alsógatyáimat, nem tudom. Az a cirkusz engem nekem elvette a kezem attól, hogy meghallgassam a Ghostot. De csak hogy értsétek egyébként, hogy ezt a sztorit így még mélyebbre lehessen. Papa, hogy fordulj meg kérlek. Tehát, igen. Igen. Tehát, hogy csak itt tartunk a Metallicával. Igen. És hogyha valaki azt mondja, hogy a Ghost az csak a Ghost miatt, hát na. Túl azon, hogy igazából számomra a Ghost amúgy se igazán tigris. Ha a zenét akarok hallgatni, akkor nem a Papa Emeritus, vagy hogyan hívja magát, Tobias Forge és népi zenekar a lemezeit veszem elő, hanem egyéb muzsikákat. Engem az abszolút nem talált ezen, és nem értem, hogy miért jó. Tehát, hogyha valaki meg tudja indokolni, miért szereti a Ghostot, akkor írja meg kommentben. Így van, mert igazából... győzzetek meg minket. Az észérvekre hallgatunk, ez nagyon fontos. Próbáljuk meg tényleg egy értelmes beszélgetést folytatni, hogy a Ghostban mi az, amitől ennyire gyorsan meg tudták hódítani a színteret. Ezt komolyan nem értem. Amitől többek, mint mások. Tehát én azt, igen. Azt hogy mi pusztat az a ez a kifejezés se túlzó talán, igen. Foglaljuk keretbe, hogyha már a Letóékkal kezdtük, nem fesztivál, de tudom, hogy neked a szörtés szívügyed volt egy időben, most lehet, már nem amíg az. Amíg zenét játszottak, addig nekem lehet, a szívügyed. Lehet, jönnek szívügyed. Még. Jönnek. De ahogy kérdezted, hogy jön a Shannon is, vagy csak a Jared? Tehát, igen. Tehát... nem mindegy, hogy jön a 30 Seconds to Mars. Ők egyébként a Parkba jönnek majd, meg a Disturbed is. És amennyire nekem a kedvenc zenekarom volt a 30, én most a Disturbedre sokkal előbb vennék jegyet, mint a Marsékra. És meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a Disturbed legalább ugyanazt csinálja, amit 20 éve is csinált. És lehet, hogy nem túl változatosan, mint ahogy azt az új lemez is bizonyítja, igen. Erről is beszélünk majd. Igen. Viszont a 30 olyan szinten kifordult magából, és egy viccet csinálnak ebből az egészből. Gyakorlatilag ketten vannak a színpadon, a Shannon még dobol, ez tök oké.
Viszont a Létó már nem gitározik, már az is felvételről megy. Viszont beöltözik mindenféle talkavarka maskarákba. Hát gyakorlatilag tényleg most már Jézust játszik. Tehát az, szerintem ezt leszögezhetjük, hogy ő kicsit már így eltávolodott ettől a földi purgatóriumtól. És hát a zenéjük is gyakorlatilag már egy EDM pop zene, és annak se jó. És meg tudták csinálni azt, hogy a Love, Lust, Fate and Dreams egy jó lemeznek tűnjön az Amerikához képest. Tehát de... Az a gond, hogy Schuster megkapta fat. A Letónak olyan zenét kéne ugyancsak játszani, amiben jó. Így van, így van. A popzene az ilyen elektronikával zsúfolt tucat popzenébe nem jó. Szegény Chester ide vagy oda, nekem a Linkin Park 2017-es lemeze nem tetszett. Melyik volt a punk lemezük? A Hunting Party. Tehát és az mennyire király volt? Azzal azért úgy odakarcoltak. Igen, tehát és az volt az az út, ami a Linkin Park kitekintő abszolút nem volt szokvány. A Linkin Park stílusú kaliberű zenekar a másfél dal másfél percére általában már második refrénen túl van és a közép részt kezdi. Tehát ott volt a hármas track Guilty of the Same, másfél percnél még nem volt benne ének. Sőt, még gyakorlatilag abszolút. A harmadik intro téma ment. Igen, és abszolút igen. Jól állt nekik, tehát ez a kifejtősebbre vett történet. És popzenét meg hagyják meg azoknak ezek a zenekarok, akik popzenészek. Szerintem erről majd csinálunk egy beszélgetést, hogy kinek áll jól a változás, meg milyen változás, és kinek meg baromi. Hogy mennyit használ egy zenekarnak, hogyha beéri, úgymond, tehát bennül a tagok feje lágya, az is egy érdekes. Így van. És erre egyébként nyugodtan nyomjatok kommentet, hogy milyen zenekarok. Igen, amiket ki kéne emelni. Oké, szóval szerintem hirtelen ezek a nagy bejelentések, amik az elmúlt pár napban jöttek, és baromira várjuk a jövő évet, mert egy igen erős év lesz, még annak tekintetében is, hogy idén milyen bulik voltak itthon. Igen. Meg az elmúlt években, és folyamatosan javuló tendenciát mutat ez a dolog, és egyre nagyobb neveket, már ennél nagyobb magad már lassan nem tudnak elhozni. Hát igen. De ennek nagyon-nagyon örülünk, és ha gondoljátok, nyugodtan írjátok meg, hogy ti melyiket imádjátok ezek közül, melyikre mentek, és mi az, ami még nem volt, viszont nagyon elmennétek rá. És mi az, ami örökre álló marad? Ne legyen igazam, de valószínűleg soha nem fogunk egy szigeten látni egy Metallicát, vagy egy Volton. Én nekem egyébként ez a System of a Down. Nekem ők azok, akiket valószínű, hogy soha nem fogunk Magyarországon látni. A System of a Down-t egyébként más kapcsán is fel akarom hozni, de akkor már tényleg tényleg ez lesz a másik téma, igen, a beérésről és a fejlágybenövésről. Igen. Ne nyissuk meg. Legközelebb, srácok, erről fogunk beszélgetni. Oké. Köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy néztetek, és kövessetek minket mindenhol, kommenteljetek ide lent, vagy a Facebookon, és legközelebb megtalálkozunk. És dobjatok egy lájkot, hogy esetleg tetszik, amiről itt adom el. Az meg a másik. Szevasztok! Sziasztok!